Köszöntöm a Nyíregyházi Televízió nézőit, ismét megérkezett a nyár vége is, vele együtt a Vidor Fesztivál. A színházak, bábosok, zenészek, élőszobrok, mutatványosok, zsonglőrök és akrobaták, és velük együtt a vidámság, meg persze a napsütéses jó idő. Szerda este még a szakadó eső miatt viszonylag kis érdeklődés mellett indult a Vidámság és Derű országos seregszemléje, majd aznap este az Ájri Mafia 15 éves jubileumi koncertje robbantotta fel a Rózsakert szabadtéri színpadot. Az eső itt nem zavarta el a rajongókat. A hét további napjain a sokak által csak dobozoló Stótéknak ismert Örkény tragikomédia szerepelt a nagy színpadon a Veresegy Színházzal, valamint egy Csiky Gergely vígjáték a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeivel a szabadtérin. Gratulálok Nyíregyházának abból az alkalomból, hogy Nyíregyháza lett idén Magyarország színházi fővárosa. Tragikomédia, ami a Vidor Fesztivál megnyitóján most Nyíregyházán történik, ilyenek vannak a színpadon is. Jó is benne, rossz is benne. Hát igen, az élet írja a legjobb darabokat. Ennél tudtam volna egy kicsit enyhébb darabot elképzelni. Szakadó esőbe kellett megnyitni. Én már hatodiknak kerültem sorra, mint zsűrielnök, és hát próbáltam visszaemlékezni az eddigi vidorokra, amelyeken részt vettem úgyis, mint színész, úgyis, mint versmondó, és úgyis, mint néző. Mi a jó a humorban, művész? Hát én is megkérdezném ezt. Mi a jó a humorban? Az, hogy a szeretetről szól. De nem csak a humor, a dráma is a szeretetről szól, minden színház. Egyáltalán a színház nagyon jó, hogy működik, és megemlítettem itt a megnyitón, hogy csak gratulálni tudok Nyíregyházának, hogy ennyi ideje ilyen lelkesen továbbra is támogatja és kézbe tartja ezt a fesztivált, és idén pedig Magyarország színházi fővárosa Nyíregyháza lett ezzel. Jobbnál jobb darabokkal jönnek, és nagyon nagy felelősség a zsűri elnöki pozíció, amit rám osztottak. De tulajdonképpen állok elébe. Van határozott elképzelés arról, hogy mi a jó vígjáték, mi a rossz, melyik színház hogyan csinálja? Tehát zsűri elnökként milyen szempontokat fog figyelembe venni? Határozott elképzelésem az, hogy legyen olyan, hogy akarjon mesélni történetet, és az a történet jusson az emberek lelkéig, szívéig, és lehetőleg a nevető izmáig is. De nem mindenáron üres nevetgélés, hanem az igazi nagy komikusok, ha megnézzük, hogy csak Chaplint emeljem ki, és én magam is ilyesmibe szeretnék, vagy szerettem volna mindig tartozni, hogy a fájdalomból, akkor tudunk szívből nevetni, hogyha szívből baj van. És abból a bajból, akár még ha azt mondom, hogy a Miniszter félrelép című filmünk, amit vetítettek itt a téren, meg a többi filmemet is, szintén a Vidor keretében, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tudjunk magunkon nevetni, könnyezni, ha kell, és történetet meséljünk. És itt vannak Tóthék. Örkény egy nagyon izgalmas darabot írt, de az ő összes műve nagyon elgondolkodtató, tehát nagyon borotva élen játszódik a dolog, és hát itt a Tótékban is. Hát a mondani valóját nehéz így megfogalmazni, mert ugye egy nagyon szomorú vége van, tehát halál, és közben a közönség hát nagyon jókat derül, tehát egy ilyen tragikomikus dolog, de hát izgalmas ezt játszani is. Sajnálattal tudatom, hogy erős vasmenése járó kolbászmérgezésem volt. Ezt félretettem. Egy kolbászmérgezés, mintha magától emlik, máskor viszont súlyos baj csinál. Lássuk, mit írtos. Én szoktam mondani, amikor ilyen típusú karaktereket csinál az ember, hogy ilyen ember van. Mert szokták, hogy hú, hát nem, de van. Ilyen ember van. Hát egy vidéki tűzoltó parancsnok, aki a faluban ő az Isten, de közben egy jó lelkű, egy aranyvirág, de egyszerű, mint egy golyó. Tehát tulajdonképpen egy kedélyes, jópofa ember, de hát ez a szituáció, amiben került az egész család, ez egy kicsit fölborzolja a kedélyeket.
Az őrnagy érkezésével kezdetét veszi a család kálváriája, képtelen kívánságok, megfelelési kényszer és a megszokott napirend felborulása kibírhatatlan konfliktusok elé állítja a családot és leginkább a családfőt. A színdarabot a humora és a kedélyes jelenetei ellenére nehéz feldolgozni, számos változat után is felfedezhetők benne megfejtendő részek, tette hozzá a Tótot játszó Faragó András. Mindenkivel nagyon kellemesen dolgoztunk, de hát nehéz az anyag. Tehát az attól függetlenül, hogy egy ilyen kedélyes jelenetek sokasága, attól ez egy nagyon nehéz, és azért van mit megfejteni benne. Tehát azért ezt ki kellett bogózni, hogy ez itt vajon a szerző mire gondolhatott. Remélem, hogy el is találtuk azokat a dolgokat. Én láttam egy csomó verziót, mindig talál benne az ember olyat, amit még eddig nem volt. Meg hát ugye eddig nem játszottam. Tudom, hogy édesapám községszerte olyan megbecsülésnek örvend, hogy könnyűszerrel ki fogja küszöbölni a fülnek nem kellemes zajokat. Azt hiszem, hogy nem nagyon rugaszkodtunk el a hagyományostól, és ez egy nagyon nagy erénye ennek a mai előadásnak, vagy ennek a mi általunk megformált előadásnak. Megpróbált a Dicső Dániel rendező úr megtartani azokat a határokat, amiben az abszurdon belül tudunk mozogni mi színészek, úgyhogy annyira nem abszurd és annyira nem hagyományos, hanem a kettő közötti jó egyensúlyt meg tudtuk tartani. Nagyon nagy találkozás ez nekem a Tóth név szerepével, mert én 20 évvel ezelőtt, mikor érettségiztem a Tótékból, én dicséretes ötöstére érettségiztem magyar irodalomból, és ez azért nagyon, mert nagyon közel áll a szívemhez mind a film változata, mind a könyv változata, mind a darab, minden szempontból. Úgyhogy a Tótné és én egy nagyon szerencsés találkozás részesei vagyunk. Én nagyon-nagyon szeretem, egy mértföldkőnek érzem az én életemben őt, mert most először kaptam olyan szerepet, amikor kis anyukát játszhatok egy gyerekkel, és ez egy kicsit azt hiszem, hogy most így már a koromból adódóan kezdek átlépni abba a szerepkörbe is. Úgy megszoktam a szabot, hogy nem tudom, hogy üdöse vagy nem? Őszinte leszek, Tótor. A Tótor árnyékszékének a szaga kissé szúrós, de egyáltalán nem kellemetlen illat. Itt vagyunk a Vidor Fesztiválon, nagyon vártuk már az Airi Mafiát, és pont ma néztem meg a Facebook oldalatokat, és oda az volt kiírva, hogy hát bizony nagyon, nagyon régen volt az, amikor itt zenéltetek, milyen emlékek, élmények élnek a fejetekben. Igen, pont itt az interjú előtt felmerült, hogy egy kicsit össze kéne szedni a gondolatainkat, és konkrét időpontokkal nem ártana szolgálni. Hát ezzel nem tudunk, mert igazából azért egy zenekar életében, hogyha tényleg sűrű egy zenekar fesztivál időszak, akkor egy kicsit összemosódnak az évszámok is, és a helyszínek is. A Főhére mindenképpen emlékszünk, és az egy emlékezetes buli volt, ott jó párszor megfordultunk, de hát az ugye nem most volt. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyjából 3 éve voltunk itt utoljára. Úgyhogy ezért is nagyon vártuk ezt a ma esti bulit. Hát az időjárás az nem a legszerencsésebb, de mi hoztuk az új műsort, lelkesek vagyunk, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. To the west, I don't even have to say the rest. Hey DJ, stop fella, hey DJ. I'm putting on a bucket, I got a ziggy, that's the ziggy, son of what I need, the home of the riad. This is the thing for home, it's at the beside the mafia. All these people, I can go, snap, get cash. I'm so gross, I'm more of that, best, that, there. I'm these ass food, but 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 I'm these. Ugye a koncerteteket is úgy hirdettétek, hogy ez egy jubileumi koncert, hiszen 15 évről van szó. A közönség azt látja, hogy ti a csúcson vagytok. Te ezt hogy érzed? Hát mindig van feljebb, minden zenekar mindig máshoz hasonlítja önmagát. Azt gondolom, hogy ez alatt a 15 év alatt tényleg az Airi Mafia egy nagyon szép felfelé ívelő pályát tudhat maga mögött. Tényleg nem panaszkodhatunk, nem voltak hullámvölgyek. Emberileg is emberileg egyébként nagyon egyedülálló az, hogy ez a 11 ember 15 év alatt így ilyen viszonyt tud ápolni, és ilyen viszonyt tud megtartani.
Hát mi csináljuk ugyanezzel a lelkesedéssel tovább. Nekünk igazából az a célunk, hogy fennmaradjon a név, fennmaradjon a zenekar, és legyenek koncertjeink, úgyhogy igazából nincsenek ilyen úgymond mérföldkövek. Azok a mérföldkövek, azok az igazából már évek óta megvannak, hogy tényleg sok ember, nagy közönség előtt tudjunk játszani, és szeressenek minket, és mi is szeressünk játszani. Tizenöt évig összetartani egy csapatot, egy alkotó közösséget, az nem egy könnyű dolog. Abban mázli is kell, isteni segítség is kell, türelem kell, figyelem, munka, nagyon sok és komplex dolog kell ahhoz, hogy együtt maradjon így egy csapat, ilyen jó hangulatban, és az, hogy itt vagyunk, az most... Ebbe az évbe különösen, hogy nagy terveink voltak a koncertjeinknek a szülinapi turnénkra, és mivel nem jött össze nyilván, mert ez egy ilyen érdekes év, de emellett is meg tudjuk tartani a humorunkat és a jókedvünket és az alkotni és fellépni vágyunkat, és ez a hangulat, ami most van, ez tetszik. Solmai Ignác földbirtokos szerepében az egykoron Nyíregyházán is játszó Szalma Tamás volt, a Csiky Gergely Színház buborékok vígjátékának egyik főszereplője szombat este a szabadtéri színpadon. Ez egy nagyon, nagyon tétova ember, nagyon, nagyon jó ember. Nagyon jó ember, és ezt hogy ő ilyen jó ember, ezt nagyon sokan kihasználják. A felesége költekezik, túlköltekezik, és fokozatosan szépen fogy el minden, mennek a romlás felé az egész család. Aktualizál az előadás? Vannak olyan rétegei ennek az előadásnak egyrészt, mert tényleg a Csiky Gergelynek ez az egyik legfontosabb darabja, ami túlélte az időket, és vannak aktualitásai. És hát mi is óhatatlanul, tehát ahogyan egy színdarab készül, mindig belekerülünk mi magunk, a mi világunk, amit mi képviselünk, és vannak aktualizált dolgok, amik a próbáinkon születtek, és a rendezői ötletek, vagy színészek ötletei alapján születtek meg, és maga az egész drámának megvannak azok a rétegei, amik ma is aktuálisak, igen. Szétpattannak a buborékok. És a buborékok szétpattannak, és mindenki mindent előről kezd, és megpróbál becsületesen élni, amennyire ez lehetséges. Milyen Nyíregyházán lennie? Játszott itt sokféle szál, kötötte talán a gyereke is Nyíregyházán született, milyen most ide jönni, visszajönni? Igen, nagyon, nagyon érdekes, hát én gyakorlatilag még tavalyig laktunk itt, eladtuk a házunkat, másfele vitt minket az élet. A feleségem sokkal hosszabb ideig, Gosztola Adél nagyon 92-től játszott itt, és nagyon jól érezte itt magát, nagyon szerette ezt a várost. És én magam pedig nagyon szeretem őt, ezért én itt voltam vele, de bizony jó érzés, semmi különös problémám nincs vele, de hát most már más felé vitt bennünket az élet. A feleségem a Víg Színház művészeti főtitkára lett, én pedig a Kaposvári Csiky Gergely Színház tagja vagyok jelen pillanatban. Igen, igen. Sok tanulsága van az idei 19. Vidornak. Többek között az egyik az, hogy széken ülve csepergő esőben is lehet jó ízűen bulizni. A hét következő napjain is 20 óra 30 perckor jelentkezünk negyedórás összefoglalóval, itt a Nyíregyházi Televízióban. Ami a fesztivál további programját illeti, a hétfői díszkoncert után kedden egy 10 tagú latin-amerikai bulibanda szerepel a Vidorkertben. Szerdán érkezik első alkalommal Nyíregyházára a Nemzeti Lovasz Színház, de ajánlhatom nézőinknek a Bencs Villa izgalmas irodalmi összeállítását.
a Verslábak Necharisnyában, illetve a Szomjas férfiak sört isznak című műsorát. A színházban kedden lesz Csehov egyfelvonásos Csokor és kaktuszvirág, majd Sóska sült krumpli a Hevesi Sándor Színház előadásában. A nagy színpadon pedig Legény búcsú. Legyenek vidámak, holnap ismét találkozunk.